Atyánk, köszönjük, hogy velünk vagy és közöttünk jársz. Segíts, hogy megvalósíthassuk küldetésünket a Prohászka plébánia közösségében. Ez a Prohászka egyházközség imája. Amiért pedig ezt idéztem, az azért, hiszen a Vasútvidék jó pásztor plébánia történetéről fogunk beszélgetni, amely 100 éves ebben az esztendőben, 1920-ban alapította Prohászka Ottokár püspök, Székesfehérvár püspöke, egy új lakóközösség a Vasútvidék számára, vendégem pedig Tóth Tamás esperes plébános, a Prohászka egyházközség esperes plébánosa. Tisztelettel köszöntöm. Nagyon fontos ez számunkra, május 3-án, tehát az elmúlt napokban volt ez az ünnep pontosan, és én azt gondolom, hogy fontos, hogy egy kicsit a névadóról beszéljünk, hiszen a Vasútvidék jó pásztor plébánia nagyon sokat köszönhet. És azt is tudjuk, hogy mostanság, és itt egy kicsit foglalkozzunk azzal is, amivel ön foglalkozik, hogy ez egy példaértékű történet. Nem csak a régmúlt, hanem a jelen is. De egy kicsit tekintsünk vissza a régmúltra. Hiszen egy virtuális tér lett egyébként most a plébánia, ennek ellenére azért fontos szerepet tölt be az ott élők, illetve a hívők életében. Menjünk vissza a múltba, amikor Prohászka Ottokár, ugye 1905. december 11-én lett püspök, császári kinevezéssel, és illetve a 10. Pius pápa nevezte őt ki, ő volt a 15. püspök. Nagyon sokat foglalkozunk az ő életútjával, személyiségével. Mi az, ami máig hat? Mi az, amit köszönhetünk neki ma is? Én azt gondolom, hogy az a püspök abban a korban olyan radikálisan tudja az evangéliumot megélni, ami azt gondolom, hogy tényleg példaértek és nagyon rendkívüli. Ugye, hogyha kedves nézők is visszagondolhatnak, vagy gondolhatják, hogy a 1900-as évek elején mondjuk egy magyarországi püspök milyen körülmények között él, milyen hatalommal bír, milyen befolyással rendelkezik, vagy adott esetben mennyi vagyon vagy birtok felett gazdálkodnak. Fontosak voltak ezek, hiszen ezekből tartották fel azokat az egyházi intézményeket, amik a közösség szolgálatára voltak. És hogy Prohászka oda tud fordulni nagyon-nagyon határozottan és még egyszer radikálisan a szegények és a munkások felé. Ez a maga korában is nagy megosztó gondolatokat szül egyébként, tehát még az egyház sem mindig mellette áll, és nem értik. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy Prohászka, aki túl korán élt. Még a világ nem volt arra fölkészül, hogy befogadja, elfogadja azokat a gondolatokat és tanításokat, és sőt, nem gondolatok és tanítások, hanem gyakorlati életnek a megélését. Fehérváron alig kell mesélni arról, és rögtön eszembe is egy történet, hogy ő mennyire, ha lehet ezt mondani, leszáll a trónszékéről, vagy a püspöki katedrájáról, és a nép közé lép. Mikor ide kerültem Fehérvárra még káplánként, akkor jártam egy családnál, ahol kinyílik a szekrény, és kivesznek egy téli kabátot, és akkor meglepetésként mutatják nekem, és akkor kifordítják a bélését, és akkor beleírva, hogy Prohászka. Nagy szemekkel nézek, és kiderült, hogy a nagypapának adta egy télvíz idején Prohászka, amikor sétál az utcán, és szakadt kabátba a nagypapát meglátja, odaadja neki a kabátot. És hogy ez a kabát ott van egy fehérvári szekrényben mind a mai napig, és őrzik. Ahogy Prohászka a püspökségnek a vagyonát, a földterületeit felosztják, odaadják a rászorultaknak, és odaadják a szegényeknek. Szóval ez a nagyon radikalitás az evangélium megélésének, az Isten való ráhagyatkozás, meg az igazságért való kiállás, és a szegényekért való abszolút nem csak beszéd, meg gondolat, hanem tényleges tett. Egyébként, ha csak visszaidézzük azt, hogy a kinevezése után a Székesfehérvárra érkezése is milyen egyszerű volt, ugye mindenki várt a nagy küldöttség, és ő közben már réges-régen ott volt a helyén. Igen, és ahova nem kopogtat a portán, igen. No, viszont amit neki is köszönhetünk, illetve neki köszönhetünk, hogy a kor egyetlen veszedelmes kérdését sem óckodott, véleményt formált, és ennek egy része, bár azt mondta, hogy a beszéd is valami, de a léleknek édesfia mégiscsak a nemes tett, mondja ő. Ennek ellenére én hadd idézzek, mert ez egy olyan csoda gondolatsor, ami azt hiszem, hogy javunkra válik, ha megjegyezzük. Az ezer évünk erőforrásai részletét szeretném
felolvasni. A haza nem föld, amelyet nomád népek sátorfái mérnek, nyájaik patái föltúrnak, a haza oly föld, mely otthonunk lett, mely életünk tapadt. A nemzet nem néptömeg, hanem egyetérző rokon nép, egy érzés, egy élet. Hosszú századokon át lett azzá, visszatérve bölcsönkhöz, elmélkedjünk nagyságunk, dicsőségünk, gyászunk esélyein, kérjük számon életünk titkait, nagy eszméit, gondolatait, érzelmeit, hogy ami naggyá nevelt minket, hálás szeretetünk elismerésével koszorúzzuk. Azt hiszem, hogy ebben nagyon-nagyon sok minden benne van, ami 100 éven át elkísérte ezt a plébániát. Én azt gondolom, hogy amikor a Fehérvár az a városrész elkezd a vasútállomás környéke benépesülni. Tehát ez sem véletlen, hogy elsősorban munkásosztályoknak a családjai települnek meg, és épülnek ezek a kis házak ott a környékünkön, ahol nagy igény van arra, hogy valamiképpen a hitüket megélhessék. És akkor egy küldöttség indul Prohászka püspökhöz, még a 19-ben, hogy kérje annak a lehetőségét, hogy egy saját közösség megalakulhasson, hogy tudjuk az Isten dicsérni, és hogy közösségbe szerveződjünk. Akkor egy elvi engedély megszületik, és aztán a püspök 1920-ban, ugye ezért volt fontos, amit a bevezetőben említettünk, aki nagyon odafordul ez a püspök a munkásosztály és a szegények felé, hogy pont egy olyan városrész fordul ő hozzá segítségért lelki szükségletben, aki ennek a társadalmi csoportnak, rétegnek a tagjai, és a püspök örömmel adja az engedélyt arra, hogy létrejöjjön, és létrejön egy új közösség ebben a városban, ezen a városrészen, amit akkor Búrtelepnek hívnak. Sajátos akkor dúl éppen a búrháború egyébként, és innen jön az elnevezés. És ez a búrtelepi közösség kezdi meg az életét pontosan 1920. november 8-án, az akkor javítónevelő intézetnek a területén jönnek össze, ami most gyermekotthonként működik, és az egyik teremben mondják ki a közösségnek a megalakulását, és jó pár éven keresztül, 2-3 éven keresztül ott a gyermekotthonnak a, vagy akkori javító intézetnek a kápolnájában indul az élet, és oda járnak be a hívek, kapnak engedélyt az akkori igazgatótól, és ide a gyermekotthonnak a területére járnak be misézni vasapról. Vasapról meg hétköznap is fönnmarad az egyik leírásban, hogy a reggeli miséket elengedik, hogy ne zavarják annyira a gyermekotthon életét, hogy mindig ott vagyunk, de hogy ott kapunk először lehetőséget a működésre. És folyamatos fejlődésben volt ez az egyházközség mindenképpen, legalábbis a két világháború között ezt mondhatjuk, tehát a 1945-ig. Utána viszont jött egy törés értelemszerűen. Hogy lehetett ezt átvészelni, így visszatekintve? Van egy sajátosság a közösségünknek, ez két ember. Az egyik, akit említettünk, az előbb Prohászka püspök, a másik pedig Kaszap István, aki elválaszthatatlan a közösségnek a lététől, és a túlélésre való válaszom is egy része, hogy a halál után őt a Sóstói katolikus temetőben temetik el. Olyan óriási a sírjához az arándoklat, az ő segítségét kérve itt a háborús időszakban, hogy már ott a környék sír tulajdonosai fölháborodnak, hogy tönkreteszik az ő síreikat, és születik egy megoldás, hogy akkor kimentik onnan a Sóstói temetőbe, és bekül a Prohászka templomnak az udvarára, és oda a sírkertjébe az ő teste, és innentől kezdve óriási zarándoklat indul meg a templom irányában, Kaszap miatt is, meg Prohászka miatt is. Ez persze annyiban nem könnyíti a helyzetünket, hogy nyilván az akkori rendszer, hogy a háború utáni éveket nézzük, nem nézi jó szemmel, hogy ilyen zarándoklatok és ilyen tömegek indulnak el a templomba. Emiatt nyilván nem a templom meg a közösség életét fogják segíteni, hanem inkább a hátra mozdítását, de ennek a két embernek a vonzó személyisége meg életpéldája, ez folyamatosan életben tartja egyébként a közösségünket. Ez nagyon fontos volt, hiszen arra emlékszem, én magam még emlékezhetem is rá, hogy a Prohászka templom az mindig tele volt a szocialista éra idején is, viszont az igazi, azt mondom, hogy szárnyalás az a rendszerváltás után következett be. Ez sok mindennek köszönhető, de leginkább annak is, például annak a plébánosnak, akit Tóth Tamásnak hívnak, aki egyszerre Isten fia másik oldalról, tehát mentálhigiénés szakember és lelki gondozó. Ugye amikor a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen ezt a két szakirányt választotta, akkor ez nagyon-nagyon tudatos döntés volt, mondom én.
Tudatos döntés volt azért, mert ma önmagában egy templom, egy pap, lett légyen bármilyen ékes szóló, kevés, mondom én. Lehet, hogy sokan nem értenek velem egyet, de én azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal több kell a gyermekeknek, a felnőtteknek, ha úgy tetszik, a családoknak. Ami engem a képzésbe vitt, annak a tapasztalata volt, hogy a teológia 6 éve alatt mi rengeteg dolgot tanultunk és tapasztaltunk az Istentől, az Istenről. Ugyanakkor volt egy nagy hiány bennem, hogy az emberről meg igen keveset. Van a Jézusnak a példabeszéd, a magvetőről szóló példabeszéd, amikor elindul az Isten és elveti a makot a különböző szántóföldekben, de a szántóföldről nem tudtam semmit. A magról már nagyon sokat tudtam, amit el kell vetni, csak a szántóföldről, akiről befogadja, arról nagyon keveset tudtam. Innen jön a képzésnek a vágya, amit sikerül befejezni aztán, hogy az emberről is megtudjak, és amikor az Istent akarom megjeleníteni, vagy nem is nem jó szó, amikor azért dolgozom, hogy az egyes ember a saját Istenével kapcsolatba kerülhessen, ahhoz nekem fontos tudnom és ismernem az embert, akinek a kapcsolatnak az egyik résztvevője. Ehhez jön egy idézet, nem mást mondtam, mint Tóth Tamás. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak az Istennel legyek tisztában, és a vele való kapcsolatomat gondozzam, hanem önmagammal, és azokkal az emberekkel való kapcsolatomat is megértsem, akik rám bíztak, akiket rám bízott. Éppen ezért néhány évvel ezelőtt elhatároztuk azt, hogy ezt a közösséget ne csak őrizzük, és ne csak a múltját vigyázzunk, hanem kezdjük ezt a közösséget építeni. Kezdjük el újraépíteni ezt a közösséget. Nyilván azokon az alapokon, amiket kaptunk, és amit örököltünk, és ennek az újraépítésnek meg egyetlen kulcsa van, a megtérés. És nem akarom a beszélgetésüket nagyon spirituális irányba elvinni, de én azt gondolom, hogy lehet itt beszélni a közösségünket, illetőleg sokféle programokról, lehetőségekről, közösségekről, mi egyebekről, amik szerintem azért fontosak, hogy szolgálják ezt a legnagyobb célunkat, hogy egyesével mi, akik ebbe a közösségbe járunk, tudjunk az Istenhez nagyon őszintén, személyesen fordulni és vele élő kapcsolatban lenni. És minden, ami ezen kívül van, és amit föl lehetne sorolni a jelenleg a Provászka közösségben, azt gondolom, hogy ezt a legfontosabb célt szolgálja. Hogy mi merünk-e hozzányúlni az életünkhöz, a plébánossal az élen, és merünk-e ezen változtatni, és merünk-e egészen az evangélium irányába fordulni, ahogy ezt Provászka püspök megtette, ahogy ezt Kaszap István megtette, és aztán bízom benne, hogy ennek a következményeit, vagy a gyümölcseit már lehet élvezni. De ha ez hiányzik, akkor ez csupán egy közösség, vagy szerzetfejlesztés lesz, és pont ezt akarjuk elkerülni, hogy nehogy valami közösség, vagy szerzetfejlesztés legyen pusztán, amit teszünk, az a jó néhány ember, aki oda tartozik, hanem azt gondolom, hogy belső megújulás, ami elengedhetetlenül fontos. Tehát több kell, sokkal több kell, és nem csak a 21. században, hanem egy kicsit térjünk vissza a 20. század azokra a fordulópontokra, amikor megteremtődött az a közönség, ami ma is példaértékű Székesfehérváron. Hogy indult ez az egész, hiszen ehhez kell egy ötlet, gondolat, és ráadásul ugye azt mondják, hogy aki tervet mond, csak eshetőségre gondol. Tehát ahhoz kellett egy érett fő, aki kitalálja, és emellett véghez viszi. Hiszen számtalan olyan karitatív szervet működik az egyházközségen belül, aminek példaértéke a munkája. Akkor egy személyes vallomásra folytassam. Pont ez a lelki gondozói képzésen volt egy ilyen mondat, ami nagyon szíven ütött. Ez pedig a következő. Az előadó azt kérdezte tőlünk, hogy az a közösség, amik ránk van bízva, annak a közösségnek a jövőjét, vízióját, azt megbeszéltük már az Istennel? És akkor nekem ez nagyon elcsépelt, vagy nem tudom, minek hangzott, hogy Istennel megbeszélni. És akkor azzal teszem, hogy te jó ég, hány éve vagyok pap? Most már 20-valahány éve. És lehet, hogy még soha nem ültem le az Istennel beszélgetni, arról a közösségről, vagy megkérdezni az Istent arról a közösségről, ahol én vagyok. Hanem nagy a kísértés arra, hogy nekem vannak nagyon jó ötleteim, vannak jó tapasztalataim, bölcs gondolataim, és ezeket akkor én véghez viszem a közösségben. És biztos találok erre támogatókat, meg embereket, akik ebben mellém állnak, és akkor csinálunk valami nagyot. De hogy ezt pont ezt az egyet nem akarom, hanem kérdezzem meg az Istent, hogy ő mit gondol a Provászka közösségről, és amikor ez a válasz megszületik, hogy mi a víziónk, jövünk ebbe a közösségbe, akkor ezt kezdjük el megvalósítani. És nehogy belefussunk abba, hogy van a Tamás atyának egy jó gondolata, meg a Feri bácsinak, meg a nem tudom kinek, és akkor elkezdünk vitatkozni, kinek jobb a gondolata, hanem kérdezzük meg az Isten.
Ekkor valaki fölmerül, nagyon jó gondolata, jó, de ha nem tudjuk megkérdezni tőle, nincs benne a tapasztalatunk. Ja, akkor mondtam, akkor hagyjuk az egészet. Akkor most fordítsunk egy pár évet arra, és az így is történt, hogy megtanuljunk az Isten úgy kommunikálni, hogy értsük a szavát, hogy ő mit gondol rólunk, meg ennek a közösségnek a jövőjéről. És akkor így kezdődik egy belső valamiféle megújulás, először a személyes imádságunknak az újragondolása, amiből születik egy ima, ami az előbb elhangzott a beszélgetésnek az elején, ez azt gondolom már tőle származik, hogy hogy lehet ebbe a közösségbe otthont teremteni, és mit jelent ez az otthon, és hogy ez legyen a vezérlő motívunk, hogy ne ilyen ötlettár legyen, hogy akkor kinek milyen ötlete van, és kinek van jobb ötlete, hanem figyeljünk rá. És figyeljünk egymásra. Miután ráfigyeltünk. Hiszen a megvalósításhoz az is kell nyilvánvaló, ha sikert szeretnénk elérni, bár ennek azért gátja az, hogy nyilván egy közösséget érnek kudarcok is. Tehát azt ne menjünk el mellette, de azért mégis a pozitív megerősítést az azt jelenti, hogy a közösség boldog, egyként akar egy dolgot, vagy többet, ez teljesen mindegy, hogy mennyit, és azt azért mindent megtesz, tiszta szívvel ráadásul, hogy az meg is valósulhasson. Most egy szó elhangzott az előbb, szíven ütött, ez a siker. Fölteszem magamnak most csak a kérdést, és lehet, nem fog rá tudni válaszolni, de nagyon jó kérdés, hogy egyébként mit jelentett mondjuk egy egyházközségben a siker? Vagy mit jelentett az, hogy ez a Proászka templom köré csoportosuló csapat, a különböző emberek, különböző korosztályokkal, háttérrel, minden egyébbel, mit gondolunk mi sikeren? Lehet, ezt a kérdést most elviszem magammal, és nem fog rá tudni választ adni, de nagyon elgondolkodhatott, hogy mit nevezünk mi, vagy mit tudunk mi sikernek nevezni. Pont. Egyébként ez valóban fontos kérdés, mert önmagában, ha látjuk a mosolygós, vidám gyermekarcokat, felnőtt arcokat, látjuk azokat a néniket, akik az életük utolsó részében, földi létük utolsó részében mosolygós arccal távoznak, az egyik oldalról lehet siker. A másik oldalról viszont mindenképpen megerősítés számukra, hogy jó úton járnak, és a közösségnek. Az jut eszembe, és hallgatom, hogy ha, és érdekes, most nagyon bennem az a szó, hogy siker, hogy az biztos nem tekinteném sikernek, hogy például mennyien vagyunk. Szerintem ez nem sikermérő, hogy sokan vagy kevesen. Az sem sikermérő, azt gondolom, hogy hány közösség működik. Az sem sikermérő, hogy a Proászka templom állaga, hogy néz ki, vagy sikerült a közösségi, nem tudom, tervet megvalósítani. Ezt nem tartom, de azt viszont sikernek tartom, mint az előbb elhangzik, hogy az egyes embernek sikerül az Isten kapcsolatát úgy segíteni, hogy az létrejöjjön, és azt gondolom, hogy aztán a boldogság, meg az élete értelme, meg célja, meg egyebek már abból a kapcsolatból fakadnak. Nekünk meg lehet, hogy az a fontos, és az a siker, és próbálom a választ megkeresni, hogyha mi az egyes ember és az Isten közötti kapcsolatot tudjuk a magunk eszközével segíteni, vagy megszületni. Igen, ez siker. Az előzők, amiket felsoroltam, meg már lehet, hogy csak következmények. Hogy épülnek fel ezek a közösségek? Nyilvánvaló, hogy egymásra épülnek. Tehát azok a szülők, akik most a gyermekeiket a Proházka egyházközségbe viszik, egy közösségi foglalkozásra, ott nőttek fel, ha úgy tetszik. Vagy pedig hallomásból hallották, hogy ide érdemes templomba járni. Furcsa ez a szó, hogy érdemes ezt a templomot választani, ezt a közösséget. Tehát van erre tapasztalat? Igen, mind a kettőre van. Ugyanakkor a vágyunk pedig az, hogy amikor valaki bekerül gyerekként a közösségbe, a szülei révén, például most azt mondtuk, hogy nem szeretnénk hittanórát tartani a plébánián. Abban az értelemben, hogy nem szeretnénk azt, hogy nyilván nem lezárt a dolog, de hogy most kívülről valaki bejön, harmadikas korában jár egy évig, elsározzász, hazamegy. Nyolcadikban megjelenik, hittantanul, bérmálkozó lesz és távozik. Esküvőre jó esetben visszajön. Hanem azt szeretnénk, hogyha van egy kis csapat, és ez a tervünk, aki megérkezik szülei révén mondjuk óvodáskorba, akkor egy óvodás csapatot hívunk létre, nem hittant, hanem egy csapatot, és ez a kis csapat, ami fognak kötődni a gyerekek egymáshoz, bízom benne, fognak a szülők kötődni egymáshoz, és persze az Úristenhez, és ez a kis csapat elkezd fölnőni, akkor amikor arra eljutnak, hogy elsározók lesznek, de ez nem egy elsározási hittan lesz, hanem ennek a nem tudom én, micimackó csapatnak,
amikor eljut odáig, hogy első áldozat legyen, az lesz, amikor fölnőnek és házasodnak, akkor lesz belőlük házas közösség a végén, de mindenképpen egy testvéri közösség jön létre, ami nyilván az Isten mellett éli az életét, vagy az Isten együtt éli az életét. Hogy azt hiszem ez a víziónk, és kevésbé mondjuk, még egyszer mondom, nem lezárt, vagy kizárt a külső bejövő, vagy valaki felnőtt korában szeretne csatlakozni természetes örömmel erre az útra, de azt hiszem ez lenne egy igazi klassz dolog, amikor együtt növünk föl. Igen, annál is inkább, mert én azt tapasztalom, hogy az egyik oldalról hát a liturgiának megvannak azok a mondatai, amelyek alapvetések nyilván. De a köznapi beszéd is elterjedt oly módon, hogy kiderül számunkra, hogy lehet teljesen természetes módon is társalogni, lett légyen az egy templom vagy egy egyház közösség. Ez mennyit segít egyébként, hogy kicsit jobban megértsük a történéseket? Hát szerintem egy fontos szót idehozok még, ami eszembe, az őszintesség. Hogy van egy olyan hely az életemben, és most az egyház közösségről gondolok, ahol nem kell szerepeket játszanom, és nem kell áradatokat viselnem se az Úristen felé, ez egyik legnehezebb, meg sem egymás felé. És én azt gondolom, hogy ez alapja lehet annak, hogy itt kialakuljon egy közösség, és megszülessen az a vízió, amit szeretnénk megélni, és ami nem egy bonyolult dolog igazából, annyi, hogy szeretjük az Istent, meg szeretjük egymást, elnézést ez a lecsupaszításért, de hogy ennek a megélése, és ez meg elválaszthatatlan, hogy őszinték legyünk vele is, meg egymással, és ezt meg tudjuk tenni, abból szerintem rengeteg gyümölcs fog megszületni. Egyetértek. No, Prohászka Ottokár idézettel kezdtem, és zárjuk ezt a beszélgetést, azért majd kíváncsi lennék, hogy miként vélekedik erről. A magyar nép nemzeti eszményei mind a kereszténységből valók. Minden, ami szent, nemzeti lett, és minden, ami nemzeti volt, szent lett. A magyar korona szent korona, a magyar király apostoli király, a magyar zászló a szent szűz zászlaja, a magyarság ideáljai István, Imre, Erzsébet, Margit, Jolán, Kinga, Árpád vére, s katolikus szentek. Magyarország története sokáig a kereszténység védelme, azután 200 éven át a vértanúság szenvedése, vergődés a félholt zsarnoksága alatt, a nemzet erkölcsi élete, a hit, a bizalom, a remény, a kötelességtudás, jogérzet, minden, ami lelki, a kereszténységből való volt. Az ápolta szívét, az egyenesítette föl újra meg újra a vad elnyomás és a hanyatlás korszakai után, lelki életének ő volt a csillaga. Egyetlen, ez is egy kerek gondolatsor. Egyetlen történet ehhez, és végighallgattam. Sok évig jártam a Sziget Fesztiválra. 3-4 éven keresztül végig a 10 napon, és volt egy csapatunk, a közös pont, most is működik egyébként, már kiszálltam belőle, különböző felekezeteknek a lelkészei fiatalai voltunk együtt, és megjelentünk a szigeten. Programokkal, mi egyebekkel, misével, mindennel. És volt egy beszélgetés, amikor egy koncertre indult, már este 8-ra volt két becsicsentett fiatal, aki megállt ott mellettünk. És kérdez az egyik, hogy te tényleg hiszel az Istenbe? És gondolom neki, hogy igen. Legyint az egyik, hogy hülyeség, elmegy. Másik ott maradt, kicsit be volt, csicsent volt, támaszkodott a pulton. Rám néz, azt mondja, de jó neked. És tovább ment. És azt mondom, nem azt mondom, hogy a kereszténység, meg a keresztény kultúra, ezek nyilván valaminek a következményei, hanem az az ajándék, hogy van valaki, akiben én hiszek, van valaki az életemnek a társa, akivel együtt élek, aki végtelen módon szeret, és hordoz a tenyerén. És ez az ajándék nekem megvan, ezt én hitnek hívom, ami a kereszténységben vagy megnyilvánul, jó esetben, akkor nekem fontos, hogy így éljek. És fontos, hogy az életem ez szerint alakuljon, mert akkor ebben találok értelmet. Megtalálok erőforrásokat. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. 100 éves a Vasútvidék jó pásztor plébánia. Erről beszélgettünk, vendégem Tóth Tamás esperes plébános volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!